Kellemes péntek délelőttöt kívánok mindenkinek, vagy aki esetleg YouTube-on nézi vissza, annak pedig csak szimplán kellemes napot kívánok. Folytatjuk a hadjáratainkat a Stronghold-ban. Az előző Stronghold streamben nem sikerült befejeznünk játékállás megnyitása. Ezt a map részt. Itt annyi volt a lényeg, hogy 30 darab sörös hordót kell majd legyártanunk. És ugye a kezdeti részleg az az volt, hogy csináljunk minél több lehetőséget a kajára, valamint legyen annyi katonai egységünk, hogy az meg is tudja védeni a várat. És elméletileg kezdünk egész jól áll. Várom a parancsait. Ugyan parancs. Magát a vasércet, amit ugye itt bányászunk, azt a játék arra próbálta ösztönözni, vagy arra próbált minket ösztönözni, hogy nehéz gyalogságot csináljunk, de követtük támadnak az arabok. Jól kezdődik. De követtük megyek. Azt az elméletet, hogy a több jobb. Ezt mégis honnan támad? Jó, hát akkor innen támad meg, jó? Úton vagyok. Akkor ne is oda menjetek, hanem ide gyertek. Várom akkor a ide is átcsoportosítunk egy kevés... Indulok. Katonát. Számíthat rám, uram. Mi lendülettel indulnak meg. Már itt sem gyertek vagyok. Is, úgyis itt fognak végigjönni. És ezt a támadást, ezt megvárjuk. Mégis hova mentek? Gyerekjáték! Ezeket szerencsére gyorsan le fogjuk kapni, és már csak az a kérdés, hogy... Ha? Indulok! Igen, nagy uram! Ugye azt az elvet követtük, hogy lezárunk gyakorlatilag minden feljárót. Ugye itt főleg erre gondoltunk. Majd erre is húztunk egy falat annak érdekében, hogy csak ez legyen az egyetlen járható út. Ben itt már azért számíthat rám, uram. Kellő mennyiségű katonának való. Készen állok, mint mindig. Az a szerencsénk, hogy ez a gyalogság, ez iszonyatosan lassú. Hát ezek ellen valóban a nagyobb páncélzatú lovagjaink lennének jobbak, meg effektívebbek. De hát na, mennyiség a minőség felett a jelszavú. Mi legyen, uram? És ez egy 34 katona plusz az íjászaink, azért csak lekapják nem őket. Probléma. Túléltük az ellenség támadását. Nagyon jó. Már itt sem vagyok. Akkor azt mondja, érdemes lenne megnézni a készletekben, hogy állunk sörrel. Még 14 darab kell. De már 2 sörfőzdénk van, azt még rá kéne nézni a kajára is, azzal is teljesen jól állunk, úgyhogy gyakorlatilag csak várni kell, aztán már... Már így is van 1-2-3-4 komló ültetvényünk, úgyhogy lehet még egy sörfőzdét leteszünk. Valahova így ide. Az emberek szeretik önt, uram.
Még én tettem le egy kápolnát, mégsem a plusz népszerűséget sajnos. Aranykészleteink gyorsan gyarapodnak, nagy uram. Előre visszaveszünk az adóból is. Annyira nem fog kell, nem lesz rá szükségünk. Pláne így. Hát a fa is, kő is annyi van, hogy égen a csillag. Talán 25-öt tudnék letenni egyet. Aha, oda. Teszünk le egyet, hogy még az hagy legyen. De mondom, tök fölösleges, mert lassan megleszünk a sörrel is. Várom a parancsait. Igen? Megyek. Nem akarom elhinni, hogy ide nem fér ide semmi. Tényleg nem fér oda semmi. Nő a népszerűsége. Igen, azt megvárom, hogy visszanőjön szépen százra, aztán tűz megint... Tűz van a várban, uram! Több épület is lángolt. Meg sem lepődök, hát... Hogy tudod magad kigyullasztani? Oda az egész termés. Srácok, egyéb iránt amúgy lángol a cucc. Ha úgy... Nem tűnt volna fel. Halló? Hozzáteszem, hogy megérdemelted, hogyha belesétáltál a tűzbe. Ez sikerült jobban megoldani, mint amire gondoltam, hogy meg tudjuk oldani. Leteszünk még egy serfőzdét, meg akkor visszatesszük ezt a kettő pékséget. Hogy állunk? 19, van, csak 11 darab kell, és akkor már... 1, 2, 3... 3 serfőzde megy. De még egyet, hogy haladjunk is. Teszünk még le ilyen tűzoltós dolgokat, mert... Várom a parancsait. Kész zsenik. Az íjászok készen állnak. Úton vagyok. Egy kisebb arab csapat közeledik a vár felé. Nem gond, megoldjuk. Számíthat rám, uram. Összeszedünk indulok. Egy kevés katonát még pluszba. Jó lesz. Meg még házikókat is tehetünk le. Élelmiszer készleteink egyre gyarapodnak, nagy uram. Bizony, hogy gyarapodik. Adunk el követ, mert túl nagy szükségünk nincs rá. Támadnak az arabok. Tiéd az íjam, uram! Parancs! Ezt a négyet ide felrántjuk. Itt fognak úgy is jönni. Hát
Na, most egész egyenes úton próbálnak meg megtámadni minket. Számíthat rám, uram. És most akkor, most már kellően közel vannak hozzá. Tekintse elintézetnek, uram. Jéj, igen, nagy uram. Még őket megvárjuk, hogy közelebb latyogjanak a várhoz. Ez nagyon jó döntés volt, hogy itt a falat lebontottuk. Nyugodtan tudnak járkálni. Ah, csak 9 darab. Készen állok, uram. Mint mindig. Már itt sem vagyok. Pakoljuk őket támadó pozícióba. El úgy gondoltam én, hogy akkor így szépen. Hát mondjuk ezt jobban is, hogy egyszerre kellett volna rátámadnom az egészre, akkor. Indulok! Akkor ismét gyártunk egy kevés. Képzünk egy kevés. Számíthat rám, uram. Lándzsás egységet. Igen, nagy uram. Lassan már a sör is meg lesz. Mindjárt készen van ez a küldetés is. Vasat is tudnék eladni, hogyha nagyon szeretnék, úgyhogy. Élelmiszer készleteink folyamatosan csökkennek, nagy uram. Hát én értem. Az a kérdés, hogy ő onnan elcsal. Akkor sem tudok mit csinálni. Nem tudok oda tenni semmit, komlút, nem tudok oda tenni. Hát akkor még annyi, hogy rengeteg mennyiségű lisztünk van. Akkor kiépítjük nekik rendesen ezt a falut. Így lesz még plusz 2 pék. 5 darab van. Csak 4 kell. Öt, már csak 3. Nagyon jó. Szerintem már következő támadás nem is lesz, úgyhogy kaját amúgy tudtam volna venni. Nem. Fegyvert? Nem. Hát annyi pénz van már, hogy gyakorlatilag tele tudom rakni ilyen tűz. Bár mondjuk túl nagy, túl sokra nem megyek ezekkel a tűzoltókkal, hogyha felgyújtják saját magukat. Ide a kettő közé is, aztán akkor mindenhol megvan oldva a víz probléma. Ott még jön egy. És már csak még egyet kell oda gurítani, aztán akkor meg is vagyunk. Na, ki fogja oda gurítani az utolsó hordót? Még senki nem gurít semmit. Ott van, ő lesz az. Ő a megmentője. A népnek. Nem 30 darab sor kellett? Mennyi kellett? Mennyi kell?
50 sör. Ezt így elfelejtettem. Azt hittem csak 30 kell. Na komlósok, akkor rohadt gyorsan álljatok neki csinálni a dolgokat, mert ez így nem állapot. Azért, hogy kezdjetek el termelni, de marha gyorsan. Kell a sör. Ezekből is kéne még lepakolnom, ilyen ezekből a sörgyártókból. Úgy tényleg álljunk neki akkor a sör készíteni. Én nem számítottam az 50-re, szintem 30 elég. Várom a parancsait. Mászok is mindig jól jönnek. Feldobjuk ide a falra. Viszont a kajánk az tényleg nagyon elkezdett csökkenni. És nem tudom. Már lassacskán mindenhol lesz egy, mondjuk az ott pont nincs jó helyen. Lassacskán már mindenhol random pékségek fognak lenni. Emberek imádják önt, uram. Élelmiszert azt nem vehetem le, akkor már megint szitkozódni fognak, hogy a kajával killódok. Egy kisebb arab csapat közeledik a vár felé. Nem tudom sehova se letenni. Számíthat rám, uram. Ez van fix mennyiségű. Már itt sem vagyok. Már elég jól kezd haladni, azért van annyi katonai egységünk, hogy már ezeket a kisebb ilyen rohamokat könnyedén átvészeljük, úgyhogy... Akkor a pazarlást két helyre pakoljátok a sört. Támadnak az arabok. Kavics, onnan támadnak, jó a szokásos helyükről. Híjászok, fent vannak a falon. Ezt meg akartam nézni, hogy elvileg... Nem dobja fel lehetőségnek. Tűz van a várban, uram! Több épület is lángokban áll! Olcsátok el, baromi hamar. De jó, elteszeltek még ott lángol, aztán annyira nem mozgatja őket. A lovas íjászok, a lényegek, őket kell ledarálni. Nem a lovas íjászokat. Ezekben a karakterekben, akik itt ezek a parittyások, egyébként hatalmas nagy... Megtámadta a zsizsik nagyuram. Oda az egész termés. Igen, nagyuram. Tehát, hogy azok a parittyások egyéb iránt nagyon erős karakterek, de csak akkor, hogyha legalább egy ilyen 30-40-et csinálsz belőle. De azok bárkit ledarálnak nagyon hamar. Csak így önmagukban a sima íjászok, ezt a pár 5 darabot, ezt egy 2-3 íjás simán leszedik. Készen állunk, mint mindig. Semmiség. De kincse elintézett. Ez a jelent... Tehát így, hogy egyre támadunk, az a jelentősebben kevesebb, mint hogyha... Győzelmet arattunk ellenségeink felett. A gép dönti el, hogy... Már itt sem vagyok. Kit támadjanak meg. Tehát így elvesztettünk egyet vagy kettő embert. Ajjajjajjaj. Nem állunk túl jó.
Hogy állunk sörrel? 39, még akkor most már tényleg csak 11 darab fog kelleni. Így ezt meg tudjuk lépni. Élelmiszer készleteink egyre gyarapodnak, nagy uram. Az sok aja, az nagyon... Az nagyon lerontja. Jobban, mint az adó. Egyszerűen szerintem 1, 2, 3, 4. 4 búzafarm. Még mindig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 darabot simán ellát, Mister. 10 darab pékséget. Nem tudok hova tenni, mert hát annyi lisztből egy csomó kenyeret tudnának csinálni. Még 7 darab söröcske kell. Most viszont ugye nem volt termés, nem volt komló termés, úgyhogy... Itt kezdünk egy kicsit. Oda, miért nem férsz be? Hát kb. Szintfeltartásra elég ez a mennyiségű kaja. Az is biztos, hogy tudjuk már legalább ezekből a tippekből. Pillanat. Csak elhelyeztem a töltést. Másodperc. Bocsánat, csak egy kicsit befagyott. Hirtelen nyébe szegény régi játékom. Vagy voltam én így? Itt így voltam, ugye? Így. Tehát legalább tudjuk, hogy ezeket éri meg csinálni. Főleg kaja szempontból. Ahogy azt a mellékelt ábra is mutatja. Mert rengeteg liszton és rengeteg pékség, és egyszerűen nem bírják el gyakorlatilag ezt a mennyiséget. Mindjárt elkezdik hozni a komlót. Három darabot kellett tenni, az a három meg is érkezett, a kocsmárosok meg is indultak hatalmas lendülettel. Élelmiszer készleteink egyre gyarapodnak. Nem gondolom, kb. Így pont szintet tartanak. Ilyen 7 és 10 havi adagoknál. Semmi gond, a kihasználhatatlan területet akkor még több pékséggel telitankoljuk, aztán jó lesz. Tessenek gurítani már, ja még csak most mertek oda, hogy főzzetek, ja jó. Adogassunk el dolgokat. Amúgy egyébként... Amúgy micsoda hang volt ez. Amúgy egyébként egész szép kis ilyen... városrittyen tettünk itt össze.
hogy kenik neki. Egy kisebb arab csapat közeledik a vár felé. Valami baj van a komlóval, gazdám. Valami baj van a komlóval, gazdám. Valami baj van a komlóval, gazdám. Mindenki ezt mondja. Csak a nulla adó a jó adó. Ez az én mottom. Jó reggelt kívánok, uram. Jó. Meg szépen menjél vissza a helyedre. Jó reggelt kívánok, uram. Jó reggelt kívánok, uram. Azt mondja, egy, kettő, még valahol egy harmadiknak jönnie kéne. Támadnak az arabok. Nem, megvan. Megvan mind az 50 hordó. Yes! Miért nem tudom, hogy miért emlékeztem 30 hordóra. Na, ebben a történelmi hadjáratban az utolsó küldetés fog jönni. Hallgassuk. Miután sikertelenül próbálták meg bevenni Arkach városát, a keresztesek inkább tovább vonulnak Jeruzsálem ellen. A város falai ellen intézett első rohamok ostromgépek hiányában eredménytelennek bizonyulnak. Mivel a legközelebbi erdők is több mint 20 mérföldre vannak a várostól, a végső támadás még heteket késik. Most, hogy az ostromtornyok elkészültek végre, vezess rohamot az északi fal ellen. Azt beszélik, hogy egy hatalmas egyiptomi sereg közeledik a védők felmentésére, ezért a központi erődöt a lehető leghamarabb el kell foglalnod. Tehát nagyon hamar el kell foglalnom a központi erődöt. Nézzük. Jó, oké, tehát akkor ne rohanjak fejjel a falnak, eddig nagyon jó tipp. Ijeszhetse, először lőd ki a tűzvetőket, és csak azután vezényelj általános támadást a falak ellen. Az arab tűzvetők csak nyílt terepen használhatóak, nem vethetőek be a falakon álló ellenségekkel szemben. Jó, hát nézzük. Ó! Ó! Das ist sereg, és mik a tűzvetők? Ezek a tűzvetők? Jó, hát akkor first impression, íjászok. Igen, íjászok készen állnak. Nem túlságosan fényesen a szisztéma, úgyhogy inkább ezeket kezdjétek már tipikusan akarni leszedni. Igen. Így felhúzva. Célra tartok. Kezem nem remeg meg. Hát ennyit tesz a... Parancs! Megyek! Úton vagyok! Indulok! Megyek! Nyilvessző a húron! Hát az egyet még onnan le kéne zűzni. Nagyon jó. Úton vagyok. Igen, csak kellemetlen. Meg ezek is. Indulok. Így felhúzva.
várom a parancsait. Célra tartok. Riászoktól kellően messze megyünk. Az ostromtorony kész. Jó. Az ostromtorony kész. Mit kíván? Hova megyünk? Egyelőre a könnyű. Indulok. Igen. Az íjászok készen állnak. Könnyű fegyveresekkel felmegyünk, és akkor lekapjuk őket, innen az íjászokat. Igen, nagy uram. Gyerekjáték. Na, akkor induljunk meg az íjászokkal. Mit kíván? Ezzel a csapattal meg feljövünk ide. Úgy vagytok hülyék, ahogy vagytok, basszátok nekem. Irány fölfele. Várom a parancsait. Kezem nem remeg. Ennyi, és akkor most induljunk meg. Nehéz ez a páncél egy ekkora útról. Számíthat rám, uram. Hova megyünk? Készen állok, mint mindig. Indulok! Induljatok meg fölfele. Igen, íjászok ki. Igen, az íjam, uram. Közben akkor szedjük le onnan a toronyból is az emberkéke. Mi jár az eszében, nagy úr? Pokorra küldjük őket. Akkor menjünk be a két lovassa. Mire ezek a páncélosok odaérnek, az egy év milliómod lesz. Ez is a kérdés egyáltalán, hogy ezek odaérnek-e. Mit kíván? Nagyon. Mi a parancsára, uram? Előre! Parancs! Nyilvessző a segítsünk úr. Megint az íjászokon, hogy mégis mit lőjenek. Mi a terve? Hát, azt még egyelőre én sem tudom már. Vágtal! De uram, kicsit kezdjük el. Várom a parancsot. Nagy uram. Rohamra! Azért élünk, hogy ön szolgáljuk. Bátorság! Igenis, uram. A dicsőségért előre! Üdv, uram! Na, hát közben zúzzunk föl akkor. Miért az íjam, uram? Na, akkor pucoljuk ki őket innen. Készen állunk! Támadás! A tornyokból, a nehéz... Szolgálatára, hol van a... Hol van a két ló? Jó, hogy ők itten nagyon kenik meg. Várjuk a parancsait, felszecskázzuk őket! Előre! Mi a parancsa, uram? Letiporjuk őket! Ajaj! Élünk, még a páncélt is lerágjuk. Igen? Igenis, uram! Bátorság! Hát közben gyerünk oda aztán! Elfoglaltuk a várat, uram! Hát ez nem volt... Nem volt túl nehéz. Jó, mondjuk így, hogy láttam a taktikot, tehát hogy így azért vannak tippek, hogy hogy kellene, de egyéb iránt ez meg azért van, hogy segítse a játékot. A Szentvárost sikerül elfoglalni még mielőtt az egyiptomi felmentősereg érdemben beleavatkozhatna az ostrom menetébe. Jeruzsálem elfoglalásával ez lesz az első és egyetlen olyan keresztes hadjárat, amely elérte kitűzött célját. A Szentváros az elkövetkező 88 éven át keresztény kézben marad. Jéj! Na meg volt az első történelmi hadjáratunk teljesen. Hát ezek közül a leghosszadalmasabb, az a negyedik küldetés volt. 50 sört megcsinálni. Ez meg legalább egy jó kis hadjárat volt, így ténylegesen egy jó kis csata volt a végére.
akkor ugye így néz ki, amikor itt teljesen végeztél egy küldetéssel. Szerintem akkor tovább is mehetünk Szaladin hadjáratára. És akkor megnézzük, hogy az milyen lesz. Ezekre már önmagában nem emlékszek. Damaszkus. Krisztus után 1174-et írunk. Nur-ed-Din szultán meghal, és Szaladin lép a helyére az arab birodalom trónján. Mielőtt Szaladin nekiláthatna a korábban az elődje uralma alá került városok visszafoglalásának a térségben, a saját házatáján kell rendet tennie. A korábban Nur-ed-Din uralma alá tartozó városok többsége elfogadja Szaladint új uralkodójának. Néhány város azonban másként gondolja. Az egyik legfontosabb város, amely visszautasítja Szaladin uralmát, Damaszkusz. Gyűjtsd egybe sereged és vonulj Damaszkusz ellen. Minden rendelkezésedre álló eszközzel statuálj példát ezen a lázadó városon, hogy elvedd a többi rebellis kedvét az ellenszegüléstől. Jó, tehát a célok adottak. Nézzük meg, hogy semmiképp se támadj szemből. Jó. Csapataiddal lopakodj a vár egyik falához, és üss rajta rést faltörőkossal. Rendezd íjászai parottyásait egyetlen nagy egységbe, és segítségükkel tisztítsd meg a falakat a védőktől. Ennyi. Ez mind a támadó seregem? És mégis, hogy tudnék itt nektek, ne támadj szemből, de semmi más nem tudok, csak szemből támadni. Itt ne támadjak, és ezt... Aha. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Van egy kevés íjászom, meg egy kevés parittyásom, de... Nem, Dalek! Kevés 116. Nem, Dalek! Szeretroko hálen! Ha. Na, azt málőnek, még el se indultam, de málőnek, ne támadj szemből, hát kösz. Helyá! Egy darab faltörőkossal. Az is mindig íjász. Hát egyedül ezt lenne esélyem ledarálni. Jó, hát akkor figyelj! Bidun muskila! Gyertek ide! Effektíve nem. Hú, de le fognak minket itt gyalázni. Nem tudom, mi lenne a jó taktik. Megpróbálunk itt egyesével lekapni mindenkit. Kezdenek már itt elfogni. Hát még jó, hogy az íjászainkat szedik le először. Itt még úgy nagyjából pontosan is tudnak lőni. Ajaj. Gyorsan elrántjuk innen. Innen már talán nem fognak látni. Nem baj, lesz valami. Mert itt, ahogy nézem, itt íjász nincs, csak itt vannak fönt.
De itt már ők simán ellőnek. Az íjászokat kellene minél előbb leszedni. Édesanyám, ezzel a hegyezett szemüzával, de sokáig tarthatott annól. Figyeld neki, apa! Ez az. Még azt fogjuk megcsinálni, hogy átmegyünk a túloldalra, így egy nagyobb kerülővel. Nagyon jó. Nem mondom, szép kis távolság. Ne arra menj! Hát eltalálnak íveszőkkel, meg mindennel, ami fontos. Hát mondom, hogy ne arra menj! Ne gyakor, menj arra. Még miatt tudta elkezd minket nagyon csúnyán ledarálni? Jó. Jó, sikerült lerántani három katonát onnan föntről. Viszont azokat az íjászokat muszáj lenne onnan leszedni. Busszatok el idáig. Kellő távolságban vagytok, ők nem fognak látni. És majd, ha sikerül, ha sikerülne lekapnunk ezt a pár íjászt, akkor már nyert helyzetünk van. Végül is be is tudunk már jutni a várba, hát talán annyi köve nincs, mert talán nem is foglalkozik itt a játék azzal, hogy... Talán nem is foglalkozik a játék azzal, hogy újraépítse. Aha, de már közben lőnek minket. Itt már azért kezd majd szép lassan. Találja már el őket. Szép lassan, azaz. Nagyon jó. Az egyet már egy random kő csak eltalálja. Na. Jó, a maradék parittyások is leszedve. Kifejezetten pozitív, és akkor még őt innen... Hát ezt te mégis hova tűntél? Most már igazából támadhatok frontról. المدق مستعد مولاي ازاك innen megindultak a szélről. المدق مستعد نازله نازله ما هو رهانك نعم جارتي حادة
Nagyon jó. Nagyon jó. Megjön még egy. Jó, hát akkor most már megvan egy halnak, vagyis a kapunak. Valószínűleg mindjárt érzékeli az AI-juk, hogy itten találhatóak vagyunk, bent a várfalon belül. Ez közben hajlombolja. Mindjárt vége. És elméletileg mindjárt le kéne rombolódnia. Előbb megnyerjük ezt, mint hogy ez a ajtó lebomlana innen. Így van. Szaladin első küldetését sikerrel véghez vittük. Kerak ura, Reinhard rendszeresen fosztogatja a gazdag arab kereskedőket a Vöröstenger fő hajózási útvonala mentén, megszegve ezzel az európai hatalmak által tető alá hozott békeszerződést. Saladin erre válaszul, ostrom alá veszi Kerak várát. Reinhard megerősített várkastélyában épp egy esküvői lakomát tartanak. Ostromold meg a várat, és romboldd le a katedrálist, hogy lássák az eltökéltségedet. A vár teljes elfoglalására nincs idő, mivel a Jeruzsálemből indult felmentő sereg már úton van. Ezért inkább tanítsd őket Móresre azzal, hogy porigrombolod a Kerak északi felén épült katedrálist. Aha. Orgyilkosaidon áll vagy bukik ez a küldetés, használd őket bölcsen. Másszanak fel az orgyilkosaid a kanyon felé eső magas, ám védtelen falszakaszon, de közben legyenek nagyon óvatosak és vigyázzanak a kardforgatókkal. Fősereggel úgy időzítsd a támadást a kapu ellen, hogy pont egyszerre érjenek oda az orgyilkosokkal. A parittyásaidat állíts fel, balra eső tornyokban, arab kardforgatóiddal pedig tedd ártalmatlanná keresztény lovagokat. Aha. Ez mind a... Ez az összes orgyilkosom, az nem semmi. Aha. Aha. Na húha, na várjál. Itt védtelen, oké. Okay. És oda kellene eljutni. Hát itt is csak az lenne a lényeg, hogy az orgyilkosaimmal jöjjek ide föl. És ugye ezt a kaput, ezt kell békén hagynom. Van itt a kapu. Erre kellene jönnöm velük. Még egy elég nagy táv. Hát te, mit jelent pöcit. Jó, hát. Hát erről kellene támadni. Valahogy feljönni ide meg ide. Szépen fokozatjával kellene érkezni, ezeket lemészárolni, utána jönni ide, őket is lekapni.
majd miután elfoglaltuk a kaput, átjönni velük. A kardforgatóinak is. Megindítjuk erre. Ruhi mutatása. Lentesz már sejjön. Mondjuk ők, ez a sereg mire odaér, az egy milliómod. Mustahil. Tényleg, ezek hol fognak fölmenni amúgy? De tényleg. Hogy lehet, hogy nem is ott, hanem ott kellene fölmenni, őket lekapni. Nem, hát az lenne az értelme, hogyha innen mennénk, kinyitnánk a kaput a kardforgatókkal, meg jönnénk erre egyenesen azt leszednénk. Nem tudom, mert ezek úgyis észre fognak venni. Mondtam. Hát, nem tartott túl sokáig. Most már igazából úgy is mindegy, úgyhogy frontálisan is neki mehetünk ennek az egésznek. Él a mamám. Hey. Itt kellett volna feljönni. Hát nekem egyéb iránt ez nagyon gyanús. Pitekit! Helyá! Vidun most kell! Hát mire odaérünk kb. Nem lesz katonám. Most itt gyertek erre, mert innen nem lehet bejönni. Hey. Hát ez már nem lesz meg sajna. Ott ez ki? Kémeink jelentik, hogy egy népes keresztes sereg vonul ebbe az irányba.
Az anyád szentségét. Te ottan megbújva. Amelyik. Nakifo Alesterdát. Hát, igen, az orgyilkosok kellettek volna ide nagyon. Elő kellett volna kinyitni a nagy kaput. Szerintem egy küldetés újraindításával lehetséges, hogy picit előrébb vagyunk, viszont akkor jobban át kell gondolnunk. Na akkor azokkal hogy is kellene felfele támadni. És valószínűleg úgy fogjuk csinálni, hogy akkor eljövünk erre a falra, amikor ők már nem. Jöjjünk ide. Maulaj, maulaj. A seregünket az átcsoportosítjuk ide. Gyorsan. És amint ezek úgy gondolták, hogy ők elmennek arra őrjáratozni, akkor feljövünk. Ide elrohanunk. Elfoglaljuk ezt a kaput. És akkor onnan már könnyebben le fogjuk tudni szedni ezeket, le tudunk menni. Ők már nem fognak gondot okozni, és gyorsban lekapjuk ezt a katedrálist innen. Picit távolabb jövünk, hogy ezek ne vegyenek észre. Innen még talán nem tudnak ellőni, tehát innen talán nem látnak meg. Mondod, hogy erről kell megindulniuk. Pörögjetek! Gyerünk! Ne! Hát, tehát így kellett volna időzíteni azt, hogy egyszerre érjenek oda. És ez ennyi volt, és nem fogunk tudni, tehát ezért kell egyszerre időzíteni. Mert ezek már el is foglalják vissza, és ennyi volt. Tehát akkor itt, de hát, hogyha ők innen tudnak csak feljönni, akkor semmi értelme nincs, hogy a kapunál egyszerre találkozunk. Jumom!
Jó, akkor... Hát tényleg, akkor ugyanak ennek semmi értelme nincs, hogyha én itt felmászok, kinyitom nekik a kaput, akkor először azt fogjuk csinálni. Tökösen fogjuk, ide jövünk. Ezekkel frontálisan megküldjük őket. Aztán majd lesz valahogy. Az előbb sikerült őket egyesével mind leszedni, akkor... Hát, ha majd most is. Mire odaérnek addigra? Ezeket kell elkezdeni leszedni, mert ezek a komolyabbak. Adjunk már srácok, tehát egy... Jó, és akkor mehettek oda föl. Jó? A sereget... Megindítjuk ide. Ez a szerencsétlen hármat is most már indíthatjuk ide. Jó. Nem próbáljuk meg akkor őket ledobálni. Szép lassan. Egyelőre okésak vagyunk. Ezek éppen most fognak visszafele tartani. Utána hatalmas lendülettel megindulunk a katedrális felé. És kérdés az, hogy... hogy ezekkel előrébb vagyunk, ha elkezdjük dobálni őket. Meg tényleg az az érdekes, hogy ők itt majd el fognak-e vajon indulni. Nekem annyira nem mozgatja őket, hogy kővel van megdobálva. احترقوهم ما هو رهانك بدون مشكلة هدفنا نحن على الاستعداد روحي كرة عتقام كالريح سنقوم بذلك نحن ذاهبون اوكي كلوا حديد للمجد هذا سهل جدا هلاجون ده مره جورشا اين الحركه هيا ما هو رهانك نحن على استعداد لن تسمع شيئا مولاي سنقوم بذلك
Jó. Csak ki lesz silabizálva, hogy hogy kéne csinálni. De biztos nem így gondolta. De az szinte 100%-ra vezet, hogy ez nem így lett gondolva. Na, szerintem ez most egy ilyen rövid kis bemelegítő streamnek jó volt. Aztán délután, vagy nem tudom, szerintem lehet, hogy Rainbow Six-ezni fogunk, de még nem találtam ki. Egy ilyen kis délelőtti kezdő, belelendülő streamnek teljesen jó volt így péntekre. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, és akkor délután valószínűleg Rainbow Six-el, de ez még változhat. De most hirtelen kedvem lett hozzá. Na mindegy. Ha tetszett és bekövetsz, azt nagyon szépen megköszönöm, és akkor a következő streamben és vagy videóban, amit feltöltök majd YouTube-ra, akkor ott találkozunk. Sziasztok!